A 200-at is elérte a résztvevők száma, a második alkalommal megrendezésre került Borostyán tömegsport és futóversenyen április 29-én. A résztvevők között a gyermekektől a felnőttekig minden korosztály képviseltette magát. A versenyre érkezők 4 távon mérhették össze kitartásukat, tudtuk meg Nátházi Tálas Csillától, a művődési központ vezetőjétől, aki a verseny eredetéről, céljáról, valamint szabályról is beszélt televízióknak. Második alkalommal rendezi meg a művelődési központ, illetve a Borostyán Egyesület a Borostyán futó és tömegsport rendezvényt, amit a tavaly évben kezdtünk el a zöld hét keretén belül, hogy tegyünk egy kicsit az egészségünkért, ha nem is a versenyzés a lényege, bár sokan azért jöttek, hiszen profi futók is érkeznek ilyenkor a 10, illetve a félmaratoni távra, hanem inkább azért, hogy tegyünk egy kicsit az egészségünket, mozduljunk meg. Tehát nagyon sok embert várunk a 2,5 kilométeresre, akár csak lesétálja, vagy babakocsival, hogy tegyünk, nagyon szép az idő, tegyünk ennyit az egészségünkért, hogy sétálunk legalább évben egyszer. Az idei évben is 200 fő regisztrált, természetesen a 2,5-es, illetve az 5 kilométeres távon vannak többen, de 22-en, illetve 25-en a 10 kilométeres, illetve a félmaratoni távon is elindultak. Minden a nagy távokon befutó érem is van mindenkinek, illetve a kisebb távokon az első 3 helyezettet díjazzuk éremmel, illetve oklevéllel a gyerek, női, illetve férfi kategóriában, valamint a félmaraton és a hosszú távon a férfi, illetve a női versenyzők kerülnek díjazásra, illetve oklevéllel. Természetesen gondoltunk arra, hogy mindenki egy emléklapot is kapjon a mai rendezvény emlékére, illetve az AVE támogatásával minden versenyző ásványvizet is kap. A csomópontokon persze különböző frissítőkről is gondoskodtunk. Mint említettem már az előbb, tehát 4 távunk van, ez a tavalyében alakult ki, tehát van a 2,5 kilométeres, illetve az 5 kilométeres, ami Derecske városán belül van kitűzve, illetve a 10 kilométeres és a 21 kilométer, a félmaratoni, tehát 21,5-es, amely átmegy Tépén keresztül, tehát nagyon szép területen a Kálló mentén fut végig, a két település között, illetve majd a bicikliúton jön vissza. Nagyon fontos biztosítások voltak, és ebben köszönjük a segítségét a derecskei rendőrösnek, illetve a derecskei polgárőrségnek, illetve a kollégáimkon kívül a közösségi szolgálatos fiatalok nagyon sokat segítenek a frissítőpontokban, hiszen ilyenkor azt is kell biztosítani a nagy távoknál, valamint az útlezárásokban, hiszen ilyenkor nincsen teljes útzár, hanem részleges, vigyázunk az utcákra, direkt éppen vasárnapra tesszük, amikor is kisebb a forgalom Derecskén, de bízom benne, hogy mindenki majd a helyzet magaslatán lesz, és tudja védeni a futókat, hogy nehogy valami baleset történjen. A 20 kilométeres táv tavaly győztesen Gólya Kitti Tépére érkezett azzal a szándékkal, hogy idén is a dobogó legfelső fokára álljon. Már 4 éve Budapesten tanulok, de mikor meghallottam, hogy lesz ez a hazai rendezésű verseny, úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem, úgyhogy nagy hajrá mindenkinek! Most van április vége, majd májusban lesz 2 éve, hogy futok. Én hobbinak nevezném, több versenyen indultam már, és nagyon élvezem. Hatalmas élmény, iszonyatos élmény, nagyon feltölti mind a testet, mind a lelket, és nagyon sok barátra tehet szert az emberi. Ez a tavalyi verseny, hogy megnyertem, igazából én is meglepődtem rajtam, de az volt a taktikám, hogy inkább bedugtam a fülemet, végigbuliztam az egészet, és nem feszültem rá. Sokan vannak úgy vele, hogy úristen, most akkor meg kell nyomni ezt az egészet, és végig kell nyomni, és túrni, de én inkább csak buliztam egyet, és nagyon meglepődtem, hogy elsőként értem célba. A helyi versenyről én nekem nagyon tetszik, szerintem jól meg van szervezve. Tetszik az, hogy több távon indulhatnak a versenyzők, ugyanis van ugye rövidebb táv, van hosszabb táv is, tehát az is elindulhat, aki esetleg nem olyan hosszú távon fut, vagy nem edzett, hanem inkább az a lényeg az egésznek, hogy megmozgassa a családot, gyerekeket, anyukákat, apukákat. Úgyhogy nekem ez az, ami nagyon szimpatikus benne. A versenyzők csoportos bemelegítését követően a startvonalhoz álltak, készen a megmérettetésre.